Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? A gondolatait középen látjuk, mégpedig itt felül és alul. Ez a torony jelentheti azt, hogy ő szeretne valamit megnagyobbítani. Vagy jelentheti azt is, hogy ő biztos a saját maga nagyságában. Sőt, lehet, hogy egy kicsit beképzelt is. A torony lehet egy nagyobb épület, egy hivatalos dolog, egy kórház, egy iskola, vagy egy bírósági ügy, és itt ez a kép mutatja, hogy itt lesz egy szerencsés fordulat. Sőt, ha én megnézem a fehér színű virágokat, jelenti a tisztaságot, vagy hogy ebben a helyzetben tisztázódnak a dolgok. Az ő érzelmeit itt bal oldalon látjuk. Ő áll a középpontban. Fontos számára a fiatalos fellépés, a fiatalos kisugárzás. Az is lehet, hogy keresi a kapcsolatot a gyermekeivel, vagy hogy szeretne egy gyermeket, szeretne egy családot alapítani. Amit a gyermek még jelenthet, az ő ártatlansága, vagy azt is jelentheti, hogy kicsit naív volt a múltban. De ez lezáródik, hiszen ezzel a kulccsal lezár valamit, jelenti most a magabiztos fellépését, a kulccsal kinyílik egy új ajtó, egy új irány, és a gyermek jelentheti ezeket az újdonságokat. Hogy mit fog tenni, az itt jobb oldalon látható. A halak jelentik a pénzügyi dolgokat, a levél lehet egy számla is, hogy valamit ki kell fizetni. A halak utalhatnak a munkahelyre, a munkára, a hivatásra, hiszen ez összefügg egymással. Ebben az esetben a levél lehet egy munkahelyi szerződés. Amit a halak még jelenthetnek, a belső értékek, hogy te értékes vagy számára, ezt közli veled. Ha te egy hölgy vagy, akkor te jelensz meg itt, és ő keresi veled a kapcsolatot. És megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Itt lesz közeledés a részéről, és átnyújtja számodra ezt a kelyhet, ami jelenti az érzelmeket, hogy kimutatja az érzelmeit. Az ő szívében, az ő lelkében, az érzelmeiben te vagy itt az uralkodó nő, és itt van Vénusz bolygó szimbóluma, jelenti a nőiességedet, a szerelmet, és itt ez a hölgy uralkodik a természet felett. Itt vannak olyan anyai érzelmek is, hogy gondoskodó vagy. Itt lesz ugyan egy új kezed, de azért még hajlamos arra, hogy bizonyos dolgokat fogva tartson, amikor úgy érzi, ez tuti, ezt nem tudom elengedni, pedig az lenne jó, ha a kulccsal ezeket a dolgokat is lezárna. Ez lehet a munkahelye. Itt vannak álmok, meg elképzelések a részéről is. Az a fontos, hogy legyen meg a hit, hogy ez az álom megvalósul. Ha nem hisztek ebben, akkor a kártya
az bizony csalódásokhoz vezethet. Itt megjelentek, mint egy szerelmes pár, sőt, ennél a kivetésnél az is szép, hogy mindketten itt vagytok, az jelenti azt, hogy összetartoztok. Itt néha fáradt vagy, meg kimerült, ez utalhat a munkahelyedre, és vannak itt elképzelések, hogy legyen meg egy munkahelyi változás, az esélyek láthatóak, hiszen itt van a levél, ami utalhat egy szerződésre. És az ő jelenlegi helyzete. Itt van a tolvaj. Vagy ellopnak tőle valamit, ez jelentheti az ő idejét, az energiáját is, hogy kihasználják őt, de a tolvaj néha tud segíteni, olyan dolgokat, vagy kapcsolatokat, olyan helyzetet eltávolítani, ami eddig nyomasztó volt számára, ami miatt szomorú volt. Tehát a tolvaj néha tud segíteni is. A te jelenlegi helyzeted, itt a varázsló segít neked, megvan a spirituális terület, lehet, hogy ez a hivatásod, vagy az elképzeléseidet, ami itt is van, a képen az álmok, az elképzelések, ez megvalósítható. Megvan ez a varázslatos kisugárzásod. Itt középen látható a magyar kártya, amit a férjem készített, itt betűkről van szó, megnézzük, hogy melyik betű, és a régi írásmód, az úgynevezett rovás írás középen látható. Itt az ő betűről van szó. Ez lehet egy helység, ami nekem eszembe jut, Őri Szent Péter, vagy őrség. Lehet egy fogalom is, hogy örök marad valami, örökbe fogadsz valamit, vagy örökség, holott azt rövid ővel írjuk. Ami a nevet illeti, ödön jutott eszembe, de az is rövid ővel van írva, és ezzel az ő betűvel most női név nem jut eszembe, de ha nálad vannak ilyen gondolatok, leírhatod a kommentárba, köszönöm szépen. A régi írásmód itt van középen, itt olyan, mint egy hatos szám, ami gyakran utal a múltra, az emlékekre, hogy visszagondoltok a múltra, vagy valaki gondol rátok a múltból, közeledik hozzátok. Itt kicsit kacskaringós ez az út, lehet, hogy úgy mellék utakon jön valaki, és itt ezek a jelek jelentenek változásokat, egy új irányt, vagy bizonyos kapcsolatokat. És ez volt az általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!